Tisztelt képviselők, testület, szeretettel köszöntök mindenkit mai munkaterv szerinti ülésünkön, mely a jegyzőkönyv hitelesítővé Nemes Dezső képviselő urat javaslom megválasztani. Ha ő se tiltakozik és mi is elfogadjuk, akkor szavazunk igen. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadjuk, az érintett nem szavazunk. A napirendi javaslatot annyival egészíteném ki, hogy a kiküldöttek a nyilvános üléshez tartoznának, és zárt ülésen még egy tekintetben határozati javaslat ingatlan ügy tekintetében ez lenne az ötödik napi rendi pont, hatodikba véglegesítenénk a nemismerésekről szóló határozatunkat, és akkor lenne egy zárt üléses egyebek is, hát ha még valakinek oda is ütetében előterjesztés. Van-e valakinek ehhez képest kiegészítenék való javaslatra? Ha nincs, akkor fogadjuk el így, aki ezzel egyetért, igennel szavazunk. Köszönöm szépen! Előzetesen annyit mondanék, hogy Nagy Attiláné és dr. Kis Gábor képviselő társaink betegségre hivatkozva maradnak távol az üléstől. Első napirendi pontunkban a rendelet tervezet a szociális célú tüzelőanyag támogatásai szabályairól. Lényegében a tartalma teljes egészében megegyezik azzal a rendelettel, amelyet az elmúlt években már kiszoktunk adni, vagy el szoktunk fogadni, annyi, hogy a dátumok hozzá lettek igazítva az új évhez. Ami nincs beleírva, az első paragrafus első bekezdésében a mennyiség, mert miután jelentősen megdrágult a szén is, egyelőre állásfoglalást várunk, hogy az az összeg, amelyet elnyertünk, nem fedezi azt a mennyiséget, amelyet kijelölt a minisztérium. Tehát ebben várunk a minisztériumtól egy állásfoglalást, hogy akkor most melyik számmal kell majd elszámolni, és akkor nyilván ennek megfelelően kell majd nekünk ebben a későbbiekben lépni. Ennek ellenére miután mindenféleképpen szeretnénk osztani, és ugyanazokat a előnyben részesített társadalmi csoportokat, így az aktív korúak ellátás, az időskor is korúak járulék, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a lakhatási támogatásra jogosultak, a háztartásukban fogyatékos személlyel élők, illetve a 70 év felőtti állampolgárok részesülnének előnyben, a hagyományosnak megfelelően, és novemberben lenne a beadás, 2-től 30-áig, aztán elbíráljuk, és ahogy szoktuk, januárban kiosztjuk. Ehhez szeretne valaki hozzászólni. Tessék, egy kérdésem lenne, hogy mennyi az eltérés a kiutalt összeg és a vállalkozó, vagy nem tudom, aki a szeret adja, tárolja a kettő közötti különbség. Nem éri el a másfél szeresét, de körülbelül ennyi. Tehát magyarul mondhatjuk, egy jelentős. Jelentős eltérés van, nem 5-10%. Nem 5-10%, és körülbelül lehet-e satszolni, hogy mikorra várható egy visszajelzés? Vagy pozitív, vagy... Szerintem egy héten belül. Egy héten belül. Én szerintem mi még abból szempontból talán előnyben is vagyunk, amit úgy értem, hogy Borsodabói Zemplén megye, hogy az országban egyedül a mi megyénkben van, ha jól vagyok informálva, barna tőszén bányászat. Tehát elvileg még hozzánk volna legközelebb a bánya, illetve a kereskedő. Hát aki messzebbről kívánja megvenni, annak nyilván ugyanígy innen fogják kibányászni, nem máshonnan. De várjuk ebbe is a leigazítást. Az a 8 mázsa, ami írva van, az akkor nem 8 mázsa, hanem átlokok függeni? Hát akkor attól függetlenül bent hagyhatjuk tetőplafonnak, de lehetséges, hogyha nem is tudom, tavaly valakinek tudtunk adni 8-at, lehet, hogy idén nem tudunk adni csak 6-ot. De ezt majd akkor meg kell látni, amikor meglátjuk mennyi az összmennyiség, meglátjuk mennyi a jelentkező. Azért azt hozzá kell tenni, hogy volt egy arra vonatkozó felmérés is, hogy esetleg a lakosság körében ki az, aki szénnel tud tüzelni, mert túl sok visszajelzés nem érkezett.
balra bizonyos felmérés. Igen. 190 és 2700 mázsa. Igen, de ettől függetlenül biztos vagy benne, hogy nem ennyi ember tudna vegyes tüzeléshez tüzelni, tehát nem reagált mindenki erre. Na most van 1300 lakott ingatlan a településen, nem gondolom, hogy ennek csak a 15%-a tud vegyes tüzeléssel tüzelni. Minden esetre ezt is vizsgálja még a kormány, hogy ha úgy ítélik meg, hogy fel tudják pörgetni akár a szénbányászatot, és az jelentősen alá menne a gáz árának, akkor esetleg érdemes volna az ügybe jelentkezni. De hozzá kell tenni, hogy az önkormányzatoktól is megkérdezték, mi is leadtuk, hiszen 6 ingatlanunkat tudnánk vegyes tüzelésű kazánnal fűteni, és a múlt héten a katasztrófa védelem már tartott is egy ellenőrzést, hogyha tudnánk kapni szenet, az hova tennénk be, és az megfelelő a katasztrófa védelmi előírásoknak, tehát nem gyulladt ki, elfejezett. Úgyhogy nyilván itt még sok minden formálódik, ez a szomszédos háborús helyzet, ez nyilván minden nap vagy minden héten a dolgokon változtat. Na, de hogy visszatérjünk erre, a rendelet tervezetet úgy gondolom... Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha kevesebbet is adunk, doktor úr felvetette az előbb, hogy mondtam, nem 8 zsákkal vagy 8 mázsaknak kevesebbet, nekünk mindenféleképpen hozzá kell tenni. A fogadóköltséget mindenképpen hozzá tenni. A mennyiség lejjebb jön, mindenféleképpen komoly összegbe kerül, tehát nem tudom. Én úgy gondolom, hogy a fogadóköltség is drágább lesz, mint volt, hát hogy ne lenne, hát 800 forint felett van a gázolaj. Tehát akkor nagy sajnálatomra, előfordulhatna a sajnálatunkra, előfordulhatna az, hogy nem tudjuk ezt teljesíteni. Hát csak ilyen ne legyen. Ilyen ne legyen. Mert azért ehhez erre számítanak az emberek, ezt nem lehet, erről nem lehet visszatáncolni. Ezt amennyire meg tudjuk magunkat feszíteni, csinálni kell. Én is még megpróbálok más kapcsolatokon keresztül esetleg valami kiegészítést találni. De hát ezek még mind nyitott kérdések, majd ha eredmény lesz, úgyis fogunk erről beszélgetni. Ennek ellenére meg lehet hozni ezt a rendeletet, hogy itt egy kérdés van? Szerintem meg. Aztán hogy tudjuk teljesíteni, hogy... Ez a keretrendszer. A keretrendszer, azt kell elállítanunk, mert az időket... Tehát akkor esünk egy kínos helyzetbe, hogyha, amit a polgármester úr mond, de nem hiszem, hogy annak nagy a lehetősége, hogy egyáltalán nem lesz belőle semmi. Ilyen. Szerintem valamennyi, mindenféle kívánc. Én tudok olyan önkormányzatról a környékben, ahol megfontolták, pedig jóval kisebbek tőlünk, szünetben is mondom, hogy melyik nem akarok itt híreket kelteni, hogy visszaadják az egészet, mert abban is bizonytalanok, hogy a megemelkedett fuvart, vagy nem tudom, egyebek csak hogy tudnak hozzátenni. Nyilván azért mi erre ne gondoljunk, mi arra gondoljunk, hogy amennyire tudunk álljunk helyt. Még lenne egy kérdésem ebből kapcsolatban, de tudom, hogy úgyse jó vagy metrő a dolog. Tehát kiszállítani mindenféleképpen kötelesség. Tehát aki megkapna ezt a mennyiséget, én így gondolkodom, hogy hazavihetnék, de hát ezt nem lehet meg. Én szerintem tudunk olyat, hogy de akkor olcsó, ha van egy lista, hogy kire mikor kerül sor, felállítunk egy listát, és ha valaki úgy gondolja, hogy saját járművel hamarabb haza tudja vinni, csak azt nyilván meg kell adminisztratív módon szervezni, hogy a saját járművel elvessen érte, és hazavihesse a sajátját. Olyat lehet csinálni, akkor hamarabb hozzájut, és nyilván a mi terheinket is csökkenti. De ehhez majd el kell jutni. A benzinkútról kiskocsival húztam haza a fűtőolajat. Tehát csak mondok egy példát, hogy keresztapám vitte haza. Tehát jó lenne az embereket is gondolkodnának. Lovaskocsival vitte? Lovaskocsival keresztapám is előtte a legurított a nagy hordót. Tehát mindenki gondoskodott magáról, pláne ha ingyen van, az jó lenne valahogy megoldják, de nem tudom én ezt sem. Hát ez egy januári zenéje ennek a történetnek, majd jó. Eljutunk oda is. Na hát, ha tisztázódott ezek a
A részletek? Ezek a részletek tisztázottak, akkor már csak azt tudom megkérdezni, hogy megalkotjuk-e a szociális szélű tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletünket? Igen. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Következő napi rendi pontunk. Tájékoztató közfoglalkoztatási programok haladásáról eredményekről. Három típusú közfoglalkoztatási programunk van. Van egy helyi sajátosságokra épülő program, amelyben elsősorban kerítések építését terveztük. Ilyen az idősek otthonának a kerítése, ezek a hátsó kerítések, amelyek részben elkészültek, részben folyamatban vannak. Ilyen a vadászháznak a külső kerítése, ez már elkészült. A művelődési háznál is történt már kerítéscserélés, illetve van még egy út kialakítás ebbe a programban. Út? Egy gyalogút egy parkban. Tehát, ne nagyon akarod gondolni. Ez egy 18 fős program, és ez jövő év február 28-ig tart. A mezőgazdasági helyi programunk, nem jól mondom, a mezőgazdasági start programunk egy picit nagyobb létszámú 25 fős, itt hagymát, uborkát, paradicsomot, paprikát és nabraforgót termeltünk, illetve erdészeti és parlagfürtással kapcsolatos tevékenység is van benne. Nyilván megvannak azok a kertek, a többek között a Sport utcán, illetve hát a Kazinci utcán ott van a nagy uborkás, ahol ezek a tevékenységek megtörténtek, illetve azért hozzá kell tenni, hogy a kertészetben, melegházakban, fóliás átrakban is már gyakorlatilag tavasz elejére tudtunk bizonyos termékeket árusítani. Itt, ami még hátra van, természetesen erdészeti munkák azok folyamatosan hátra vannak. Napraforgóra még nem kaptuk meg a bevételt, de az aratás ott is megtörtént. Ami hátra van, az a gyümölcsösnek a telepítése, ugyanis az uborkás egy részére gyümölcsöst fogunk telepíteni. Gyakorlatilag látszik is, hogy melyik rész, ahol ott a szabad terület, illetve megy az idősek otthona udvarára és gyümölcsös. Illetve még a fatelepítések, miután azt veszük észre, hogy bár több éven keresztül a bekötőutak mentén, de egyébként még a káposztaföldre is, amiket nyárfákat sikerült elültetni, azoknak a 90%-a nem fogad meg. Ezért most arra gondoltunk, hogy elsősorban akácot fogunk telepíteni az utak szélére is, meg gyakorlatilag mindenre, ahol találunk helyet, és ez szintén idén össze fog megvalósulni, mert mindenféleképpen szárazságtűrő növényt kell találni, és az, hogy nem tudom hány éven keresztül próbálkozunk, hogy a bekötőutak mentén legyen valami növény, ami a port megfogja, az árnyékot adja, majd valamikor később levegőt tisztítja, és nem jön össze. A nyárfák ezekre éveken át kiderült, hogy nem voltak alkalmasak, pedig még mezőgazdasági utakra, például az egykori víztározó felé is ültettünk, nem fogad meg. Pedig ott aztán nem nagyon bántotta senki. Vízigényes. Vízigényes, igen. Az akác, illetve még itt a kőrisre gondolta a kertészünk, de az akácokban biztosak vagyunk, hogy ott bárhol megél, akácot fogunk telepíteni. Ennek szerintem még lesz egy nagy öröm majd a méhészek tekintetében, hogyha kellő mennyiségű akácunk lesz, majd küldeni. Természetesen ezekben a programokban is benne vannak a hozzárendelt járműveknek a folyamatos karbantartása, üzemanyag, gumicsere, olajcsere, kuplung, tehát ami sorba kerül adott. Illetve van egy nagyobb mennyiségű, és ez adja meg a mennyiséget, normál, vagy úgy is mondjuk, hogy hagyományos közszoglalkoztatás, amely 111 fő.
ezeknek az embereknek egy része van intézményeinkben, egyébként egy jelentős része, a többi pedig mindenféle település üzemeltetéssel összefüggő feladatokkal tevékenykedik, zöldterületgazdálkodás, de ha intézményeket mondjuk, van, aki köznevelési intézmény, szociális és gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, és sok minden más. Ide szintén vadászházi feladatokat is tettünk, illetve Trianoni térnek a kialakítása is hozzá kapcsolódott. Meg hát gyakorlatilag a fűnyírás, személygyűjtés, és mindenféle olyan, mondhatjuk, mindenféle jelzők, milyen munkákat, melyek akármi miatt is el kell végezni. Na, ha összeadjuk ezt a három számot, akkor látjuk meg, hogy ennyi közszolgálatosatunk van. Egyébként jelenleg teltházról üzemelünk, ami bizonyos tekintetben probléma, mert a mezőgazdasági program be fog fejeződni, és azt a 25 ember, és azért a mezőgazdasági programban általában azok vannak, akiket előbbre soroljuk, a munkaminőségét meg kell határozni, nekik majd meg kell oldani a térre a elhelyezkedésüket. Hát reméljük, hogy majd a normált fel sikerül bővíteni, és el tudjuk majd őket helyezni. Hát hosszan nem akartam húzni, de húztatjuk is nagyon szívesen. Körülbelül a három közszolgáltatási programunk itt tart. Az anyagiakról lényegében múltkor beszéltünk már, hogy a most szeptemberben elindult normál program az csak 100 000 forintig finanszírozza a kollégákat, ami azt jelenti, hogy aki ugyan nem sokan vannak, de az a néhány szakmunkás, aki benne van, annak a 130 000 forintos béréhez a 36 azt nekünk kell hozzátenni. Illetve miután közvetlen költséget a normál programhoz jövő év február 28-ig, bár elsőre azt mondták, csak december 31, reméljük így lesz, és akkor a jövő év kasszájából valamit hozzá tudnak tenni, de évvégéig közvetlen költséget nem kapunk hozzá. Ezt számos helyen szóvá tettük már, hát remélem, hogy valami fog történni. De mi nekünk még annyi előnyünk van, van start programunk, amihez valamilyen szinten tudunk ebbe a tekintetbe nyúlni. Van olyan önkormányzat, ahol csak normál program van. Ez bizonyos tekintetben a kényelmet is jelentette, mert a startprogramokat mindig bonyolultabb megtervezni. Ugye egy picit több is a közvetlen költség hozzá, de bonyolultabb az elszámolása és bonyolultabb a megtervezése is. Na hát vannak olyan önkormányzatok, amelyek úgy álltak hozzá, hogy hát inkább akkor az egyszerű, beadják, hogy normál, ennyi fő kell, település üzemeltetése, és akkor csinálták. Na hát mi a bonyolultabb utat választottuk, és látszik, hogy emiatt egy picit jobban jártunk. De miután a létszám nagyobb részét így is a normál adja ki, és hát nem tudjuk, hogy ez a fajta gazdasági válság, amely most Európát övedi, ez fogja munkahelyek megszűnését eredményezni, és esetleg újra fogunk-e találkozni ettől jóval nagyobb létszámmal. Mert gyakorlatilag ez 150 fő alatti, vagy a körüli létszám, de ha emlékszünk, 340 volt 2015-ben, amikor elkezd. De hát remélem, hogy nem jutunk el, hogy újra annyi legyen, de azért benne van a lehetőségek között, hogy ez kénytelenek lesznek az állam részéről megemelni, ha több jelentkező fog jönni, hogy ő neki átmenetileg nincs megélhetése. Nem, tényleg nem húzom tovább. Aki esetleg szeretne kérdezni, vagy hozzászólni, akkor beszélgessünk róla. Van? Bár át akartad adni a szót, tudnál. Igen, szerettem volna, hogy én legyek az első. Az elmúlt időben több választópolgár is kritikát fogalmazott meg a közmunka végzésével kapcsolatban. Megállapításuk szerint
a közmunkát végzők nem elég intenzíven végzik a munkájukat. Szeretnék, hogyha több ember lenne, összeszednék a szemetet, rendbe tennék a falut, és lenne látszatja annak ő megítélésük szerint, hogy 200 fő foglalkoztatunk. Elmondásuk szerint, megállapításuk szerint nagyon sok dolog nem úgy van, ahogy kellene, mert nagyon sokan nem végzik el azt a feladatot. Elmondásuk szerint nincsenek ellenőrizve, és ellen szeretnék, hogyha lenne változás. Érdekelne engem, hogy a nyárfa telepítés. Tegnap voltam kerékpározni, és a pedagógus föl mellett felületek nyárfa van kikerülve. Csak kimegyünk, kiássuk, és eltelepítjük, és azok nem fognak maradni. Visszatérve a pedagógus föld mellett lévő nyárfásra. Tavaly tavasszal le lettek vágva az ágak, azóta ott vannak benne, se tárcsázva, se szántva, se semmi nem volt. Egész nyáron azon idegeskedtem, hogyha a szárazságtól ott begyullad a zajnövényzet, az elszáradt ágakkal együtt, akkor ott gondot okoz. Itt van mellettünk, a falu mellett, letelepítettük a császárfákat. Milyen nagy örömmel, hogy emlékszem rá, hogy hogy örültünk, hogy 5 év után már ezek fognak nekünk virágozni, és majd oda fogjuk vinni a méhészeinket nézeltetni. Emlékszel? Ki kell menni, meg kell nézni, hogy néz ki el az erdő. Az idén a kutya nem tette bele a lábát, nincsen karban tartva, nincsen foglalkozva vele. Pedig itt vannak az embereink, akik meg fognak csinálni, csak amit az emberek várnak, hogy ezért a 100 000 forintért dolgozzanak. Mert azt mondják nekem, hogy miért van az, hogyha a fűnyírós 100 000 forintért köteles várni egész nap a füvet, ugyanakkor van más olyan ember, aki reggel bejön, 100 000 forintért beír, és elmegy haza. És ezt mondják az emberek. És próbáljunk már egy kicsit odafigyelni, hogyha ezek a hírek nem valósak, akkor cáfoljuk meg őket, ha meg valósak, akkor próbáljunk tenni ellene valamit. Érdekelne engem, hogy milyen gyümölcsfákat fogunk telepíteni, mert szerintem előtte illet volna, hogy mondjuk megbeszélni, hogy egy nagy területre gyümölcsfákat teszünk, és milyeneket, főleg amikor ilyen szárazság van, és nem mindegy, hogy milyen fajtákat fogunk telepíteni. Mert ugyanúgy, ahogy az állomás mellé, a kerítés mellé beépített, beültettük a szilvafákat, azok az elmúlt 5 évben egyetlen egyszer sem voltak megnetszve. Pedig a szilvafa, aranyatér, pálinka lehet belőle, lekvár lehet belőle, és ebből mind pénzt lehet csinálni. Csak oda kell menni, és le kell metszeni, meg kell ritkíteni az ágokat, ott vannak a fák. Csak foglalkozni kéne. Ennyi az egész. Köszönöm. A nyárfa csemeték ügyében egyetértek, azt nyilván ki kell szedni. Az egy kiváló ötlet. A másik ügyben, vagy Edzi úr még visszaemlékszik, hogy hogy van a szerződésünk a vállalkozóval, akinek azt kiadtuk, hogy ő befejezte már, vagy nem, a pedagógus fölnek a munkálatait, mert ő hagyta ott, akkor nyilván neki kell ezt elvinni. Alma és szilvafák lesznek a programban. Gyakorlatilag ezek a legigénytelenebbek. Kizárt dolog. Az almát 16-szor kell egy évben permetezni. A lehető legrosszabb fa, amit lehet ide belterületre telepíteni, mert minden belterületi ingatlan ból az almamoly fog jönni, összes betegséget el fogja kapni. Egészen máshogy kint a határban, ahol nincsen környéke. Nekem a kertem tele van gyermekláncfűvel, mert a szomszédban évek óta nincsen művelve. Tehát, ha már te nem fogod lepermetezni a te kertedbe a fát, onnan az önkormányzati 42 almafára rá fog menni, és nem fogod, kivel fogunk nyugodni. Nem javaslod az almát? Nem. Nem, nem lehet. Csak Szilvával mondok, hogy... Mondjuk Szilvával, én mondtam régebben egy ilyet, hogy jó. Diót ültettünk a mávtelekre. Tehát most gondoljatok bele, Szilva az az, ami igénytelen. Olyat lehet ültetni, amit meg lehet aszalni. Mennyi egy kiló aszalt Szilva? Például. Mennyi egy kiló Szilva lekvár? Mennyi egy liter Szilva pálinka?
és ezek a fák mind olyanok, hogy ezeket nem kell állandóan benne lenni. Nézzétek meg, 16-szor kell az almafát minimum permetezni. Nézd, megtűzi az eljárás lengét, hogy mennyi, és 150 forintért tudok rakomazon venni, meg 180 forintért most egy kiló almát. Nem kapsz. Te. Most, ha eljárnak, akkor nem lesz. Még nyilván lehet körte vagy varac, de én is elsősorban a szilvát meg az almát gondoltam, de az alma ilyen kényes mostanában, akkor álljunk csak rá a szilvát. Mert például körte, itt jó állam, Vilmos körte, szerintem megveszik, mint a cukor. De egy egyöntetű van három szilvafajta, abból mindent lehet csinálni. Lekvárnak, asszalni. Pálinkán. Csak az idei évet nézzétek meg, hogy mennyi szilvafa. Október végén nyitják fel úgyis a lerakatokat, tehát semmi elkésésben nem vagyunk. Igen, olyan legyen. Mint a szőlő, az érek terhő legyen. Igen, meg még nagy spolyát is. Ott van a kép. Csak hát már ilyen téli gyümölcsöket kell elmenni, mert a másik téma, hogy ne térjünk el a hozzászólás lényegétől. Aki úgy ítéli meg, hogy a közmunkások keveset dolgoznak, azzal csak egyet tudok érteni. A 150 közmunkásunkból, amikor 340 volt, nyilván az a 200 elhelyezkedett, mert jó helyre tudott elhelyezkedni. Akik itt maradtak, azoknak egy vékony része az, akinek a hátán megy a munka, a többi meg hat akargatjuk, hanem a haladék. Aki itt maradt, mert szociális foglalkoztatásként fogja fel, valójában az is, valamit tesz érte, és persze üthetnénk még a hátukon azoknak, akik húzzák az egészet, hogy még jobban figyeljetek oda azokra, akik nem húzzák, és akkor kérjük őket jobban számon, azok valószínű azután se dolgoznának aktívabban, de még jobban leterelnénk azokat, akiket dolgoznak, azzal az odafigyeléssel. Nem tudom a megoldást, próbáltunk százféleképpen. Sajnos nem hatott az se, olyat is próbáltunk, hogy elküldtük. Nem érdekelt el se, elküldjük. És nem csak az a baj, hogy azt nem érdekelt, akit elküldtünk, hanem a többit sem. Tehát nem volt nevelő szándék. Mert ez nem előszándék lett volna, hogy hú, X-et elküldték, akkor a Y meg Z összekapja magát. Y meg Z ugyanúgy nem kapta össze magát, ha X-et elküldtük, és ez nem egy eset, hanem esetek több tízes létszámban az elmúlt évekből. Nem látom a megoldást. De ezt minél többször nyilvánosság előtt el kell mondani, hogy lássák az emberek azt, hogy nem tétlenség, vagy semmi munka nincsen, akaratgyengeség, hanem ebből másképpen nem lehet kijönni. De ezt mondani kell, mert ne rágódjanak az emberek. Jó. Nem az a baj, hogy azt hiányzik belőlük, én többször voltam a tuborkás portán, hogy büszkék rá, hogy milyen szép, hogy a szedésekon is, hogy mennyit szedtek, és ez máshol nem úgy. Tehát kevés, tulajdonképpen bennük, olyan emberi tulajdonságok hiányoznak, hogy büszke legyen arra, amit csinál. A motiváció. A motiváció, érdekes. Pedig ők sem kapnak többet, mint az, aki végig sétál a szemétszerű csapatra, gondoltam most. Igen, ott is látszik, hogy néha tele van a zsák, meg összeszedik, csak hát azok, hogy ugyan ők. Utána megtermelik ezt saját maguk után, nem is tudom, hogy van ez. De igen, ezt jelzik az, hogy büszke legyen arra, amit csinál. És ez csak egy rétege. Igen, ez így ördögi kör, nagyon nehéz kezelni. Meg hát két vézol meg abban, egyszerűen nem tud konfrontálódni, hogy nem akar. Ugye meg kell szólítani ezt a másikat, hogy üdvözlő, jó, most ültem meg, de egész nap, tehát inkább ilyenek vannak. Vagy nem is látod ott, ahova mennie kellene. És ez nem, én sem látom megoldást, pedig hát ez évek óta megy ez a kereszt. Nyilván látszik a munkavezetőkön is, vagy egy részükön, hogy van, akit ez a fajta állandóan szólogatás felőrli. Ja. Tehát már nincs az, hogy
Az elején rájuk szólogatott, látta, hogy pici eredménye van, vagy nincs eredménye. Inkább mindenki igyekszik azzal a stábbal inkább jobban haladni, a lemaradókra meg kevesebb figyelmet fordítani, mert akkor meg a programoknak a célja nem fog megvalósulni. Más valaki? Hát igen, sokszor ilyen, hogy ez a téma, hogy visszük, csináljuk, kell is, de a szomorúságunknak nem mindig tudunk hangot adni. Az a baj, hogy azok, akik el akarják rontani, vagy azoknak az akaratereje, meg a kitartása sokkal nagyobb, mint azok, akik változtatni szeretnének bármi. Valószínű, hogy ez a szellemi színvonalból is fakad. Tehát ha nincs meg az igény abban az emberben, akit ugye segíteni szeretnénk ahhoz, hogy változtasson a munkához való hozzáállásán, akkor mi a fejünk tetejében is állhatunk, és az a baj, hogy erről már beszélgettünk 5 évvel, 6 évvel, 10 évvel, és még mindig azok kitartása nagyobb, akik egyszerűen nem is akarnak változtatni ezen a dolgon, nekik ez így jó, mert sokszor ugye az a probléma, hogy majd jönnek a választások, és nem tudok erről nem beszélni, de majd ugyanazoknak a szavazatára számítunk, meg mindenki, aki bármilyen választásra elindul, akivel most konfrontálódni kellene, és lehet, hogy durva szavakat kellene ahhoz használni, hogy bármilyen szinten meg tudjon változni. Most ugye mi előre gondolkodva, mert azok, akik tehát akikkel meg akarunk változtatni, azokra nem túlságosan jellemző az előre gondolkodás. Viszont ahhoz már van esze, hogy ha én kicsit nem bántani akarom, csak azt szeretném tőle megkérni, arra szeretném kérni, hogy végezzem el a munkáját a adott területen. És hát ha egy kicsit kitartóbb vagyok esetleg, és makacsabbul ragaszkodok ahhoz, hogy igenis végezzem azt a munkát, amit rábíztak, meg a feladata, akkor bizony előbb-utóbb kijön a száján az, hogy akkor nem fogok rátszavadni. Hát itt ez a baj, és akkor elgondolkodik az ember, hogy hiányzik ez nekem, meg bárkinek. Tehát a konfrontálódás sajnos ezt fogja majd magával hozni. És ez hát bármilyen is kényelmetlen téma, de szerintem beszélni kell róla. És ezeknél az embereknél a szép szó az semmit nem segít. Az felejtsük el. Tehát itt, ami jól mondta azt a nagy klasszikus, hogy magyar ember csak erőből ért. Tehát ez a probléma, hogy egyrészt a munkaidő betartása, az felejtsük el, az külön szerencse, hogyha esetleg például a pályán is, hogy az tartozik, vagy az ahhoz állott a legközelebb, hogyha még délután 2 órakor van ott valaki, vagy 3 órakor, akkor megyek haza. Tehát ahhoz, hogy lehessen pofára az ember, ugye előzetesen fel kell mérni telefonon, hogy mire számíthatunk. Mert hogyha vitetni akarod az ember valamit, például múltkor is, nem tudom, hogy miért nem került ki a szénhidrát, vagy a vészhidrát a pályára, valószínű nem volt ott senki, aki átfogja, de még nincs információról. Tehát ez a gond, hogy amit mi a mindennapi életben, a munkahelyeinket tapasztalunk, na most itt ahhoz képest itt olyan dolgokkal kell megküzdeni, ami alaptétel kellene, hogy legyen például a munkaidő betartása. Hát én sem látom ebbe a megoldást, ami nem járna esetleg drasztikusabb fellépéssel, mert itt másképp nem lehet. Tehát, és eddig nem is lesz változás ebbe, ami ugyanakkor majd a választások előtt majd ugyanazokat az embereket fogjuk megkörnyékezni, hogy hova tegye a
valóság. Tehát itt ez a baj. Az egészben ez a baj. Ezért kéne munkavezetőket alkalmazni. Munkavezetők, tehát ők is érzik azt, hogy ez egy sziszifuszi munka. Tehát ha elmondom neki hétfőn, hogy menjél és csináld ezt a dolgodat, akkor el kell mondani. Lehet, hogy hétfő délelőtt 10 órakor, meg kettel reggel is. Tehát mindig így, én egy nagy kockára tudnám én ezt hasonlítani, az egész közmunkaprogramot, tisztelet a kivétel, amit mindig löptösni kell odébb, hogy menjél, mert magától ez nem lesz. Itt ugye mindenki hozzászokott ahhoz. Nagyon lehetetlenség. Nagy. Itt mindenki hozzászokott ahhoz, hogy nekem 6-tól 2-ig tart a munkaidőm. Akkor eszembe se jut az, hogy egy 11 órakor felállok, az hazamegyek. Vagy 8-ra megyek. Mert nekem úgy tartja úri kedvem. De itt ez, sajnos ez mindennapos is. Tehát megoldhatatlan. Szerintem megoldhatatlan feladat. Mert látjuk, mert 10 éve is ugyanez volt a út. Bement, találjuk haza. Megfőzött, aztán kétszer. Nem látom én sem a megoldást. Kitartásban biztos, hogy tanulhatnánk lehet tőlük meg. Kitartást. Hogy egy kicsit kitartóban fegyelmezni, de arra meg állandóan ott kéne lenni azokban. Igen, foglalkozni. Köszönöm szépen, jó, kibusoltuk magunkat. Most még a polgármesterből is kibusoltuk. Van egy rövid válaszom rá, aztán egy tovább a hibát. A következő történet. Vannak munkavezetői, látom a hibát. És akkor Feri, Pali és mondhatnék néhány vezeték nélkül, de tudjuk kikről van szó. És természetesen avval dolgoznak, avval a csapattal, akire tud számítani, akik meg is csinálják azt, amit. És hiába jelentkeznének hozzájuk a kertészetbe, a nem tudom, a kerítési építőbe ide, mert ő szeretne volna menni, mert látja, hogy a többi között ott elül. De nem kell. Épp ezért a periférián felhalmozódik a százas fő, csak lehet, hogy nincs annyi, aki tulajdonképpen egyik munkavezetőnek sem kell. Na most ők tulajdonképpen ezt használják ki, és akkor elsétálgatnak, vagy hazasétálnak. De itt kellene valami olyat kitalálni, hogy akkor, hogy teljesítsen valahol. Nem tudom milyen, nyilván van feladat. De ott van egy nagy kupac, nem tudom mi a temetőről, vagy valahol. Na ide kimentek 50-en, 20-an, csak ezt is felügyelni kell. Hogy holnaptól ezt a dombot ne lássuk, van ásó lapát, stb. Nem kell megszakadni nyilvánvalóan. Tehát, hogy valami olyan munkát, mert te ide sem, meg oda sem, meg amara sem kezd, mert nem ért el hozzá, még nem akarsz beidomulni. Tehát valami ilyen feladat, biztos, hogy benne ilyen. Palastó mellett takarítsítik ott az árkot. De hát megint olyat mondok, amit oda lett adva ez a munka, csak nem végezték el. És nem a munkavezetők miatt van. Hát ismerek néhány nyugat, mert jó barátok is vagyunk, mondhatom így, hogy úgy belebetegedett ebbe a dologba, hogy inkább elmegy támpénzre vagy szabadságra, és néhány napig tisztult, hogy újra visszajöjjön a csapatához, hogy kezdjék előről újra a munkát, vagy folytassák inkább. Tehát tényleg egy sziszifuszi és nagyon nehéz. Nos, ezt a úgymond senkinek egyik csapatban sem kellő embereket kellene valahogy olyan hasznosabb, vagy valamilyen munkára, aminek látjuk a teljesítményt, és ezt csinál meg. Ha ez nem fogy el ebben a hónapban, jó időjárás egyebek miatt, de ha ez nem fogy el, az a domb például, akkor jövő hónapban nem veszünk fel. Csak nem tudom a megoldást. Viszont, ha nem veszünk fel, akkor elindul egy másik irányba, ahol ő ezt a pénzt meg akarja találni, valamilyen úton, módon. Erdőbe jutottam, hogy ezt már nem akarom részletesen elmondani, de tűnik erről van szó. Úgyhogy keresni kellene ennek a módját, de olyan ember kellene, megint rossz a szó, nem akarom, hogy félreértsük, közülük valót, aki volna meri mondani, hogy te elkezded, és a hónap végén megnézzük. Az a baj, hogy nincsen vajda. Igen, tehát azért mondom, hogy közülük valaki olyan, aki azt mondja, hogy ezt megcsinálod, és akkor a következő hónapban tárgyalhatunk róla. Köszönöm. Annyit rövid válaszként, és szerintem utána, bár ha akartok, még beszélgethetünk. Szerintem felesleges lesz. Egyrészt rengeteg igazolatlan távollétet írnak be az adminisztrátorok. Az más kérdés, hogy ez se érdekli a
munkásoknak egy jelentős részét. Mert azért előfordul, hogy nem találják ott, ahol ott kellene lenni. Vagy kifejezetten észreveszi valaki, hogy itt elment reggel, el kellett volna indulni neki a munkahelyére, aztán a vonatra ült, vagy máskor. Nálam is volt többször olyan, hogy elmentem szerencsére, és akkor jön velem szembe kocsival. Hívom a irodát, na, alá jött reggel? Alá. Hát akkor húzzátok ki. Elfüstelgél. És igen, számos alkalommal előfordul, ezt úgy hívják szlengen, hogy X, tehát hogy annak arra ígér, tehát hogy nincs igazolva a munkavégzése, ez számos esetben előfordul. De ez se ad. Nem. Abban a hónapban nincs 20 munkanapja, csak mondok egy számot, 15, nem érdekli, kevesebb a fizetés. Nem lehet ezzel se fegyelmezni. És korábbi kollégámnak, Filip Andrásnak volt erre egy mondás, hogy azt mondta, hogy ez a társas lazsálás kultúrája, amit észre tudunk venni. Ehhez talán nem is tudok hozzátenni való. Mondani, legfeljebb annyit tudok mondani, hogyha nincs már senkiben hozzászólni való, hogy tudomásul veszük rá tájékoztatót. Tudomásul. Igen. Igen. Szépen tudomásul vettük. Következik a határozati javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról. Ezt a szeptember 21-én megtartott ülésén módosította a társulási tanács, a polgármester volt rész tőlünk, mert nekem Budapesten volt feladatom. Annyi módosult benne, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást innentől kezdve az állam látja el, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatkörében, nem pedig a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás. Eszközöket módosítanak, azaz egy kalórán fog kapni az alkalmat, igen, és akkor nem lesz ilyen, hogy ki kell. Tehát távolról, távgyógyítással tudnak kommunikálni abban. A lényeg az, hogy ez két irányú kommunikáció, mert az órában lehet kommunikálni a diszpécserrel, és a diszpécser el tudja dönteni, hogy ez egy téves hívás, véletlenül nyomta meg, vagy valóban rosszul van, de reagál, nem reagál, és akkor tudja, hogy most elég oda a házi gondolót, vagy senki küldeni, vagy rögtön mentőt kell küldeni, vagy valaki más. Vagy rendőrt, mert betörtek hozzá, tehát lehet sok mindent. A lényeg az, hogy ez egy fejlettebb technológia, alapvetően ez egy állami feladat a szociális törvény szerint, csak amikor létrejött a társulás 2004-ben, akkor átvállalta az államtól ezt a feladatot, és ezáltal önkormányzati feladat lett belőle, és 2022. szeptember 1-től pedig ez már az állam feladata lett. Ezzel is kevesebb az a feladat, amelyet a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látunk el, lényegében maradt a támogató szolgálat, amit nekünk ellát a társulás. Még ott ellátnak házi segítségnyújtást és belső ellenőrzést másoknak. Nekünk már csak a... Igen. És gyakorlatilag ennyi. Lassan apafogyottá fog válni a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás. Valószínű kisebb társulásokkal ki lehetne már váltani. Abból a szempontból jó, ha néha lehet találkozni, és így meg lehetne beszélni a Szerencsi Kistérségben zajló munkát, de időnként, miután társulásnak is tartani kell egy évben 6 ülést, azt is lasszóval kell a kollégákat összefogdosni, hogy 18-ból 10 legyünk jelen, és határozat képes legyen, pedig itt polgármesterekről van szó, tehát ha valaki nem is tud elmenni, akkor küldjön helyettest, de ez inkább az szokott lenni, hogy ülünk egy fél órát, még beér a 10., vagy a 9., vagy a 10., hogy határozat képesek legyünk. Hát ennek így nem sok értelme van. Viszont miután ez még működik, minden tagönkormányzatnak ezt el kell fogadni, úgyhogy én javaslom is, hogy ha nincs ehhez hozzászólás, akkor fogadjuk el. Akkor itt akkor maradt a bocsánat, hogy
hát a munkáltató változott csak magyarul, tehát most az államhoz kerültek át az igen, emberek. Hát az államhoz került vissza, mert saját feladata volt, amelyet korábban ellátott a társulást. Igen. Menet közben egyre romló színvonallal, miután ugyanazok az eszközök voltak, amiket annak idején beszereztek. Most az állam megvette az újakat, az okos órákat, gondos órát, és ezen keresztül látja el egy modern. Ugyanúgy van két dolgozó, akit ugyanúgy maradt két dolgozó, akkor akik ugyanúgy ők foglalkoztattak. Hát annyi személyében más frászat lettek, de ki ugyanúgy két fő. Tudta harkányba, aki ezt ellátja a jelzőrendszer, és csak ugye más munkáltatója. Mennyi van a jelzőrendszer? Egyelőre még 18. De lehet bővíteni. Lehet bővíteni. Tehát, hogyha valaki szeretne csatlakozni, mi is megkaptuk azokat, hogy még nem. Ahottatta a harkány? Természetes, ki van minden ja. Cserélve, régi leadva, újabb megjöttek, szerződések mindenkivel megvan, be van mindegyik már énesítve. Ja. Tehát egy korszerű dolognak tartom. De most egy sikertörténet. Egyelőre igen, mert például azért is jeleznek a gondozóknak, hogy mondjuk az ellátottnál merül le az elem az órába, meg nem tudom. Tehát ilyen ér is. De mind, valami még ez kötője van, nem? Csak rá kell. Igen, rá kell. Tehát azért egy fejlődés. Tehát egy jó. Ha lemerül, csak rá kell tenni. Így van, csak rá kell tenni. Nyomkodt aztán. Karomból. Karom bárhol, igen. Ez jó dolog. És egyébként a gondos órát bárki más is igényel, annak nem lesz két oldalú a kommunikáció. Aki jelzőrendszeresben bejön, annak két oldalú lesz. Így van. Tehát aki csak úgy rendeli, hogy úgy érve, hogy idős ember szeretné, akkor neki egy oldalú kommunikáció lesz. Nem, hogy csak le tudja adni a jelzést. Nem, két oldalú, mert édesanyának is van, és két oldalú. De az egy oldalúként indult, akkor ezt elfejlesztették valamit. Ő beszélgetett már vele, volt, akkor megnyomtott a gondot, és már de veled beszélgetett? Nem beszélgetett vele. A diszpécserre. Na. Megvan az én telefonszámom is. A diszpécser és te. Tehát a diszpécser és te. És ott a gondozónő maradt ki. Először nem voltam ilyen részletesen tartozott. De a diszpécser és ő értesíti esetleg a hozzátartozót. Már én is tudtam megtenni információt. Na hát az a sima gondozó, meg a sima jelzőrendszer. Ennek örömére elfogadjuk a megállapodást. Igen. Köszönöm szépen, elfogadtuk újra. Egyebek napirendi pontban nekem van néhány mondandóm, aztán természetesen bárki, aki szeretne. Zéka. És 5 órára az ingatlan ügyben fog érkezni egy vendég, úgyhogy a zártülést mondom úgy kezdenünk el. Addig töltsük ki az időt, vagy beszélgetéssel, vagy születtel. Egyebek napirendi pontban annyit szeretnék mondani, hogy a REKI, tehát az önkormányzatok rendkívüli támogatását elbírálta a belügyminiszter, és 7,2 millió forint az, amellyel, ugye jól emlékszem? Igen. Amellyel támogatják az önkormányzatot, úgyhogy most újra lehetőség nyílik beadni a második kör. Nem már múltkor döntöttük, és határidőben belül vagyunk még, tehát az a határozat jó most fej. Ez azért nagyszerű, mert azért minden éven számítunk arra, hogy van egy kis kiegészítő támogatásunk, és hála Istennek ez meg is érkezett. Már kollégák fizettek is ki belőle számlákat, úgyhogy ez egy hasznos dolog. Szintén pénzügy tekintetében a TOP Plus pályázaton, bár ezt említettem a közmeghallgatáson is, megnyertük, és már mindkét beruházás tekintetében a támogatási szerződést aláírtam az államkincstárral, az energetikai pályázat ügyében 198,5 millió forint, az iskola energetikai korszerűsítésére, amely szigetelés, nyílászáró cserét és hűtéskorszerűsítést jelent. Hát elvileg a szigetelés télen is meg lehet csinálni, úgyhogy menet közben, tehát úgyhogy benne vannak a gyerekek.
Viszont nyilázárok és hűtés, korszerűsítés majd csak a nyári szünetben lehet. Hát ezen majd el kell gondolkodni, hogy érdemesen az egészen megvárni a nyarat, hogy kezdjünk bele télen. Illetve megnyertünk a 130 millió forintot az élhető települések pályázaton, a sportpályán műfüves focipálya kialakítására. Jelenleg elbírálás alatt áll a idősek nappali ellátásának új épületbe költöztetése, a turisztikai épület mindannyiunk ismeretében magtár fejlesztésére vonatkozó, illetve a útfejlesztés, Vörösmarty és Honvéd utcák fejlesztésére vonatkozó top pluszos pályázat. Illetve még várnánk, hogy a Magyar Falu programban tartalék listán az év végén valamelyik benyújtott pályázatunk még nyerhessen. Ebbe akár nyerhet a Magdár utcai járda kialakítása, nyerhet akár a községháza felújítása is, erre még kevesebb esélyt látok, mert ez volt a legnagyobb összegű kérelem, illetve nyerhet még a könyvtár melletti épület megvásárlása, fejlesztése pályázatunk is. Illetve eredményhirdetés alatt áll, csak most hívtam még az ülés erőt, a közbeszervünket nem értem el, mert már ígérte, hogy ma már tudnánk eredményt hirdetni. A önkormányzat külterületi utas pályázatának a eredményéről a kihirdetés, illetve közbeszervés kiírása alatt áll a társulásnak a külterületi utas beruházása, áttervezés alatt áll a hűtőház, még mindig engedélyre vár, Nyikes Tibor elkészítette, lényegében kisebb lesz, mint az eredeti elképzelés, és vízjogi létesítési engedélyre vár a harmadik üteves csapadékvizes pályázat, a Kalinczy utcának a csapadékvízbe vezetése. Beruházásunkban így állunk. Amiről talán érdemes most még egyebekben egy elvi döntést hozni, a Dél-Zemplini Szociális Önkormányzati Társulás tagja kíván lenni Mezőzombor község önkormányzata, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy elvi döntést hozhatunk, hogy szívesen fogadjuk őket, és ebben az esetben már három önkormányzat lenne. Itt arányaiban a lakosság számba úgy nézne ki, hogy akkor mi adjuk a 35%-át, Mezőzombor szintén 35%-ot, hát picit többet arányaiban, mert majd a 100 úgy jön ki, és Tatabánya 9-et. Hát azt így összeadjuk, így 99, de a mi 55-ünk is több, és a Mezőzombori 35 is több. És akkor így jön ki összességében a 100%. És a népszámlálásra ezúton is biztatnék mindenkit, hogy minden kérdésre válaszoljon, mert abból lehet korrekt statisztikát kialakítani, és mindenféle álhíreknek felülni, azt ne hagyja magát senki eltéríteni. Minden 10 évben van népszámlálás, 1880-as évektől. Még egy alkalommal se azért gyűjtöttek adatot, hogy valakitől elvegyenek vagyont. Különösen, hogy nincs is benne ilyen kérdés, hogy kinek van, hogy van-e valakinek pénze, vagy mennyi a fizetése, vagy mennyi a megtakarítása, vagy milyen vagyona van. Tehát, aki ezt a kérdőjüvet kitöltötte már, az tudja, hogy aki ellenkezőt állít, az butaságot mond, mert hagyta magát megvezetni. Ne hagyja magát senki megvezetni. Töltse ki, lássa meg, és válaszolja a kérdésekre, hogy... Akarják megvizetni az emberek? Hát, egyes internetes információk. Ja. Úgyhogy... Facebook? Hát igen, az élejében a dologban. Facebookot azért nem tudom, csak én. Lehet, hogy ebben a szempontból szerencsés ember, hogy nem figyeled. Azt hiszem ennyi. Majd a Dél-Zemplén ügyében döntsünk. Szeretne valaki ezekhez hozzászólni?
Igazgatóasszony, úgy látom, valamit ki akar egészíteni. Igen, a Nézzemplénnel kapcsolatosan, a társulással kapcsolatosan, hogy ugye meghirdettünk egy, meghirdettetek, a Nézzemplén társulás meghirdetett egy álláshelyet a HS házi segítségnyújtásba, itt Takta Arkányban is, meg Takta Bárjon is. Ugye egy-egy fő álláshely lett meghirdetve, mivel lecsökkent az ellátotti létszám. A Taktabáit ugye azt majd biztos, ha kell, megismeritek. Én a Taktavarkányi kollégiáról szeretnék két mondatot mondani. Nem maradt meg a kettő régi dolgozó közül senki. Az egyik nem is pályázott, a másiknak meg olyan döntés született, hogy az új pályázó a Liba Csabáné nyerte el, és az Eszter szeptember 15-től a házi segítségnyújtásba, a társulásba a házi gondozó szakirányú végzettsége. Persze vannak közfoglalkoztatottak, szakirányú végzettség nélkül mellette ketten, de viszont ő lett a szakirányú, aki a gondozási tevékenységet végezheti. Ő egy három gyerekes anyuka, nem tudom ki, hogy ismeri, óvodában már dolgozott. Én úgy gondolom, hogy én ma pont ma mondtam neki, és lehet, hogy elfogultság, de mondtam neki, hogy én azt hiszem, hogy nem bántam meg, hogy az ő szekerét toltam. Bocsánat, ez ennyi. Köszönöm. Nagyon jó, hogy hozzátettem, de köszönöm. Több információ hát én... eljutott. És reméljük, hogy ez a fajta, ez a fajta mentalitás, ami nekem fekete, egy ilyen nagy lyuk volt az életemben a házi segítségnyújtásban gondozók tevékenysége, és nem tudom én, az most meg fog változni. Most jó. Jó irányba. Jó irányt lát. Jó irányba fog változni. Ebben az irányban valaki jelentkezett. Tessék. Bocsánat. Pályázatokkal kapcsolatban azt akarjuk, hogy legyen a magtárból kiállító hely, szólni kéne a tulajdonosnak, hogy jó lenne a tetőt megcsinálni, mert be van úgy szakadva a Gyűlék utcájával szemben, hogy ha most elkezd esni az eső, akkor ott hatalmas nagy károk fognak keletkezni, és strukturális elemek fognak sérülni, szó se róla, és az már hatalmas összegbe fog kerülni. Tehát, hogyha most tesz oda a szalufát, vagy fóliát, vagy valamivel lehúzza, hogy ne folyjon végig a leszakadt szalufánál a víz. Lehet, hogy egy lemez is elég oda. Elég nagy terület ez. Belülről lehetne ezt megcsinálni, fel kell menni, fel kell mérni, hogy milyen. A másik, hallottam itt az elszólás, hogy a Magtár utcán járnak. Magtár utcára én nem terveznék járdát, mert a Magtár utcán a kutya nem használja a járdát. Egyedül Gulyázita az, aki reggelente szokott menni a járdán oda-vissza, akkor megy az iskolába. Ha már járda felújításról van szó, én biztos, hogy a Rákóczi utcán a járdákat tenném rendbe, még hogyha kell fokozatosan is, úgy, hogy a csatorna kivezetéseket a most már meglévő árkokba bevezetni, és ne vezetnék oda az emberek a járdára rá az esővízüket. Egy botlás veszély, láttörés doktorbólnak jó, nem jó. A másik a ráfagyott víz, mert itt tönkreteszi, akármilyen burkolat fog lenni, akkor csak azt kell fagyni. Megereszkedett, meg hőingadozásnak kitett felületek előbb-utóbb tönkre fognak menni. Én biztos, hogy a fő utcára tennék. A következő, 56-os park. 56-os parkban irtó sok tuja kipusztult. Abban az esetben, hogyha szeretném ugyanígy tujával pótolni, akkor el kell gondolkodni rajta, mivel a tuja pusztulásnak alapvető oka a vízhiány. Vagy teszünk oda a közmunkásoktól egy embert, aki minden nap locsolja őket, vagy kiépítünk egy önműködő söpögtető rendszer. Mert a park az nagyon szép. Kultúrált, szerintem szemefény ennek a községnek, ha rendesen karbon van tartva és foglalkozva van vele. Hogyha most azt mondom, hogy kinevezünk egy embert, akinek az lenne a feladata, hogy minden nap ezzel foglalkozzon, akkor meg tudnánk előzni. Ez a tuja pusztulásnak az egyik okozója, egy kis apró bogár, ami megtámadja a tuját. Abban az esetben, hogyha a tujának megfelelő vízháztartása,
akkor ez befészkeli, befúrja magát és megeszi a fát. Ez akkor történik, a tuja ez ellen úgy védekezik, hogy gyantát termel és kerinteti a szervezetében. Mivel kicsi a víz, nem tudja a gyantát termeltetni. Ez a, most nem akarom mondani mi a neve, olyan, mint a szúp, belemegy és megöli. Tehát nem úgy, hogy úgy kiszárad, nem az a baj, hogy kiszárad, hanem ez a rovar teszi tönkre. Abban a pillanatban, amikor megadjuk neki a megfelelő vizet, abban a pillanatban védve lesz a tuja. Értem. Most az udvaron nálunk ugyanígy két tuja meghalt, kivágtam, ott vannak benne így a lyukak után, olvastam, végigetek be a dolgokban. Akkor nem a nagy harmadó bogárnak mivel nem viccelek, van ilyen. Nem az, nem, hanem van ennek egy, most mondok valami tujaszú, most hülyeséget mondok, de ez a neve, hogy a tuja valamilyen bogár. Van nekünk egy Kodák házunk, önkormányzati ingatlan, ki kell menni, meg kell nézni, a szőrös disznót van egy ilyen előtte. Még vasárnap ilyen volt, az tegnap volt. Hol is ilyen volt? Kodáféle ház van, nekünk egy albérlőnk benne, aki meg szeretné venni. Csarra nem veszi a fárhoz. Igen. Van még egy házunk, nem a mi házunk, az Üliféle Pékség. Az Üliféle Pékségnek a környéke szintén ugyanilyen elhanyagolt, lepusztult. Annak ellenére, hogy szerintem elég nagy forgalmat bonyolít le, azért fel lehetne szólítani. Az udvart, az előtte lévő terület. Az a nagy piros fagyla a tárod, ahogy miatt. Amikor kés volt szakítva. Igen, hogy az minek oda? Már semminek. Fel lehetne szólítani a boltnak a tulajdonosát, hogy próbálja már a bolt jelölt kultúrát, területet kialakítani. Mert hogyha megállsz, miközben jössz és szembevételezed, hát mint a köpenelem úgy néz ki, hogyha befordulsz a utcára, azon az oldalon nincs bevágva a gaz, fű, semmi, a nagy kapu sarkig nyitva, eldobálva mindenféle dobozok az udvaron, ha meg a Rákóczi útról állsz meg és elkezd esni az eső, tehát majdnem bokáig állsz a trutymóba, a vízbe sárba, azokat a rózsákat, amiket meg az önkormányzat kitelepített, meg kell nézni, milyen állapotban vannak, mert oda parkolnak, tehát ha meg lehetne oldani, hogy úgy nézzen ki, mint egy forgalmas, kultúrált bolt, meg az előtere, akkor próbáljunk már odahatni rá. Mert sokan járnak oda közülünk, és adjuk már meg a módját, ha meg lehet. Mert azt a fajta beállásító helyet, vagy mit azt tudom. Hát szép tudostam neki. Igen. Hát, már vissza. Ott a Rákóczi utcán, ott a közepén, ott égtelenkedik, mert a jobb szó nincsen. És van két olyan fa, az egyik a Néma és Pisák Kati előtt, a házfa, a másik meg Jakab Dezső előtt, aminek már annyira le van hajolva a lombja a járdán, hogy valamikor bujkálni kell alatt. Vagy, mert volt arról szó, hogy azt a házfát majd akkor, amikor Katalin, akkor kivágjuk. Mert nagyon szép, tehát ott, hogy végig jön valaki ezen a falon és látja ezt a Pő utcát. Ezeket a gyönfákat, ezeket a rózsákat. A lenyírt füvet most voltak ott, ezért balsánszkék szépen levágták a füvet. Élvezett. Tehát szép kultúrás. Ha eltűnik a hónap. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg azért van értéke ennek a falunak, és akkor igyekezzünk ezt egy megőrizni, kettő meg továbbfejleszteni. Na, de beszéljünk a többi témáról. Mi lesz a sorsa a szökőkútunk? Ja. Akkor majd gyűjtsük össze, aztán egyben elmondom. Dezső megnyitotta itt a problémák halmazát. Nem problémák. Nekem is hasonló van. Ezek nem problémák, itt élünk, tehát. Ezek a fák, amelyek lépve külterületben itt vannak. A Tornyi úton is van, vagy 2-3 olyan fa. Azt hiszem, polgármester úr mondta is ott azoknak az emberek, várják már meg, lehúlik a levél, jobban látják, hogy mi. A vezetéket látja, igen, teljesen körbeveszi. Visszatérve a Húri vagy Zúri, vagy nem tudom milyen voltra, szerintem ők úgy gondolják, hogy a járdán túl, az közterület, az a miénk.
Na most ezt sem várnám, mert az előbb mondtuk, hogy lehet feladat adni, locsolni, és ki lehetne vagy két embernek jelölni, hogy vannak ilyen sarki épületek, nem baj az, hogy azt megcsinálnák, hogy ezeket rendbe tartanák. A rózsát, a legyérni, tehát valami tisztaság lenne ott ezekben. Csak Fő utca, jól mondtam. Ott mennek az emberek nap, mint nap, aki jár a állomásra, illetve vasúgállóra vissza. Önkormányzathoz, orvoshoz. Tehát azt a sarkot, ha nem ő, nem csinálja, akkor muszáj ez belelépni ebbe a dologba. Így kapcsolódtam hozzá. Szökőkút. Csak kérdezem, mi van még? Van még kérdés, de akkor válaszol. Milyen lépéseket tettünk eddig a fűtés, világítás, járműhasználat terén, mert sokat. Itt ne az emberek azt mondják, hogy itt nem történik semmi, szokás szerint vannak ilyen emberek, hogy mit tettünk már eddig a fűtésbe, világításba, mert vannak olyan vállalatok, ahol például a dugaljakat le kell ragasztani, és aláírással kell hitelesíteni. Melyik vállalatról hallottál? Én elmondom Magyar Államvasutat. Tehát nem lehet törni, tehát tudok olyan helyek, olyan vállalatokról, nem tudom, hogy mennyi ez az igaz, de ez nem a MÁV, hogy például megtiltották a dolgozókat, dolgozóknak, hogy a mobiltelefonjukat bent a hivatalban töltsék. Itt én olvastam egy ilyet, hogy a MÁV csoport egyik vállalatánál a hűtőszekrényeket igyekezni kell kihúzni, nem lehet benne ilyen élelmiszereket tárolni, a dolgozók olyan élelmiszereket hozzanak, amelyek. Amiknek nem kell hűtés, és 18 foknál nem lehet több. Hűtés bácsi. És most én nagyon sok ilyen állami intézmény, most nem csak a MÁV, hanem nagyon sok állami intézmény, és az embereket itt ez... Mi mit tettünk ennek érdekében? Még egy dolgot, ha említsek már meg a Tatarkány egy másik fő utcáját, az Attila utcát. Hogy ott a járda, az valamikor végig lett öntve aszfalttal. De az össze-vissza van már, fel van törelezve, majd tekintsétek már meg ti is, és hát az finoman szólva, hogy baleset veszélyes. Tehát hála jó jól, ott is... Nagy járművök mennek ott, igen. Ne, ez a járda. Ott Lajcsák, Lajos őkeződik, akkor a Szépeklékű, Balsánszki, Pista háza előtt, Agyósóvék előtt, mindenhol. Nem lehet, hogy rád elközben. Nem, tehát az teljesen. És hála jó Istennek, szívemben kedves emberek laktak ott is, és reméljük sokáig fognak öregedni, úgyhogy hogy ne legyenek már ilyen veszély, vagy egyszerűen nem tudnak a járda menni. És ugye azért is probléma ez, mert akkor az úton fog menni, viszont ott ugye járnak ilyen-olyan autók, nem is beszélve arról, hogy a fekvőerdő ellenére gyorsan közlekednek. Ha járda meg nem mer menni, mert ott meg, hát ott meg bogat, megijedhet, mert jönnek a nagy kutyák, aztán nekiugrunk a kerítésnek, aztán bármi lehet. Ezt majd nézzük a fának, hogy lehet azzal valamit kezdeni. Na, jó. Makrár utcai járda. Ez egy 10 milliós pályázat, amiről te beszélsz a Rákóczi-ról, arról legalább 100 kell, hanem 200, még az aszfaltozáshoz is. Ami elsősorban a Toldi utcától a Vörösmarty utcáig, elsősorban, amint említettem, a konyha előtti résznek a rendbetételét jelenti. Én ebben beleérteném a parkoló rendbetételét is. Így van. Az nem tud a Rákóczi utcához csatlakozni. De értem, és tudom, hogy a Rákóczira, Attilára és még sorolhatnánk hány járdán tönkre van. Ez egy óriási feladata lesz a jövőnek, hogy mikor lesz erre pénz, lehetőleg nemzeti forrás, amiből ezt meg lehet csinálni. Még mondjuk van egy-két utcánk, amelyet egyébként is rendbe kellene tenni, de a járdákra is
Titkon reméltem, hogy ezekre hamarabb sor kerül, de amint látszik, most olébb kellett tolni a trügyharkány közötti utat is, tehát emiatt tolódnak a reménységeink is. A Rákóczi utcai házát megbeszéltük, a szökőkút az lényegében elkészült, már maga a szökőkút, a környezete még nem teljesen, de annak heteken belül el kellene készülni. Maga nagyon szép. Hogy szép legyen. Ami a legnagyobb baja, hogy az a motor, amelyet rendeltünk és beleadtak, hogy ez bele való, annak a teljesítménye nem elég ahhoz, hogy mutatós legyen. Imént beszéltünk Mezőzomborról. Ugyan ilyen kinézetű szökőkút van Mezőzomborban, a szilemás egyébként, tehát végül beton olyanra festjük, amire erre akarjuk. És így bugyog az övéké. Szépen. A miénk meg bekapcsoljuk, csörgedezik csak. Tehát az a motor nem tudja teljesíteni azt, amit ott kell. Úgyhogy az a kereskedő, akitől ezt vásároltuk már, a motorpele, ő elkezdett most szaglászni, hogy lehet egy nagyobb teljesítményű motort beletenni, és akkor nyilván gyengébbet ki, nagyon vagy vele, és akkor végre fog mutatni, mert így tényleg nem mutat. 56-os partról szerintem felírtam, hogy arról gondoskodni kell ilyen téren, az egy jó ötlet volt. Fűtésvilágítás, elműhasználat. Lényegében a közmeghallgatáson is volt erről szó. Fűtésvilágítás. Hát a világításon nem nagyon lehet mit takarékoskodni, hiszen amit lehetett, azt a korábbi években is mindig erre odafigyeltünk, ahol lehet energiatakarékosító legyen, feleslegesen ne égjenek a világítások. Ez nyilvánvaló volt eddig is, sőt, még azóta is, ahova lehetett már energiatakarékos izókat, ahol kiégett, mindig olyan a cseréltetjük. A fűtésben van egy óriási szerencsénk, hogy vagy régen voltunk előrelátók, vagy csak jól sikerültek a dolgaink, ezt mindenki úgy ítéli meg, hogy szeretné. A ingatlanjaink le vannak szigetelve, és a lehető legtöbb ingatlanunkon van napelem. Emiatt termelünk meg bizonyos árammennyiséget, amelyet korábban, miután nem használtunk fel kellőképpen, elvitte az émász és apró pénzt tudott érte fizetni. Na most ezt mi felhasználjuk, például ebben az épületben is minden szobában van klímaberendezés, azzal fog menni fűtés. Illetve most is, ha már volt egy-egy hűvösebb nap, azzal, amelyik kollega beszeretett volna segíteni, az besegített. Ugyanúgy nekünk például nem kell leállítani a művelődési házat, ha valaki ősszel vagy télen ki szeretné használni, akár rendezvény, bármit akarok tartani. Több önkormányzat azzal kezdte, hogy az lezárta. Nekünk ott is ott van a két klímaberendezés, rengeteg áramot termelünk a napelemmel, tudjuk fűteni, amennyiben erre szükség van. És ugyanez a helyzet a könyvtárral, szerelhetünkben, elektromos kazán, ugyanez a helyzet a családsegítőnél, ott is lehet klímával fűteni, és egyébként miután szigetelés van rajta, ott is jobb. És minden ilyen ingatlanunk, ahol energetikai korszerűsítés valósult meg, ott kondenzációs gázkazánok is kerültek fel, tehát eleve kevesebb a gázfogyasztásunk is, mint volt. Ami még nagyon fontos, hogy a szociális épületeinknél és az óvodai épületeinknél még egy évünk van a viszonylag olcsó gázból, hiszen a 2023. október 1-ig még az E2 szolgáltat 100 forint alatti összegbe köbméterenként gáz. Tehát nyilván ott is takarékoskodni kell, és több helyre már lettek felszerelve új termosztátok, amelyek ilyen beletállítva, hogy mikor fűtsön, mikor ne fűtsön, mennyi a hőmérséklet. Például óriási probléma volt az étkezdével is, állandóan hőség volt az étkezdében. Most sikerült, úgy tűnik, hogy megigazítani, hogy kisebb hő, tehát 40 fokos hő menjen, víz menjen a
a radiátorodban nem 60-70, és ezáltal lejjebb sikerül vinni azt is. Pedig oda, amit mondtam, még az olcsóbb gázból kapunk, illetve ugyanabból gázból kapunk, csak olcsóbban, de ha azon is tudunk egy kicsit megtakarítani, az is jó, tehát mindig kell egy kicsit megtakarítani. És hát nagyon reméljük, hogy abból a szénből is lesz valami, amit itt már helyszínűleg is ellenőriztek. És miután fánk van, én nagyon szeretném, ha tudnánk egy-két épületet újra saját fával fűteni. Majd meglátjuk, mennyi fa mennyiségünk lesz, ezt ki kell számolni, hogy hány épületre elég, és oda beállítani egy-egy fűtőt, hogy vagy részben, vagy egészben használjuk ki a vegyes tüzelésünk arányaink lehetőségeit. Járművek terén pedig egyelőre két járművünk van leállítva, és remélem, hogy a valóságban is jobban odafigyelnek a kollégák arra, hogy csak akkor menjenek, ha nagyon muszáj. Azt hiszem, röviden ennyi. Amíg egy zúrnak valami emléke van, hogy mit hagytam ki akkor. Nincs. Remélem, válaszoltam. A rendelőben elég hűvöske van, úgyhogy a fűtés az hogyan fog alakulni. Mert a váróban, most is, hogyha bekapcsolják a katát, kártát, akkor a váróban nagyon meleg van, de a délrendőben hideg van. Klímával próbálunk. Fordítva kérdünk. Váróban nem kell nem. Hát igen, csak évek óta így van, hiába mondta. Közös sikertül. Szerkülésre még összeállítani a rendszert úgy, hogy jó is legyen. De az mindig hűvös volt, nem? Elég hűvös volt, igen. Most a klímafűtés egy kicsit segít rajta, de vegyük meg, hogy hideg van, várni kell legalább egy óra, szeretnék a klíma, hogy elfogadható hőmérsékleteket. Én rendelőről beszélek. Jelen módszer. Na, ebben egy pont jegyzőúrnak már van válasza. Van neki? Na, van. Meghallgatjuk. Nem beszélik. Egy másik válasz. De reggeli tornával fogunk befűteni. Aki nagyon beteg, az nem tud tornázni, úgyhogy ne ezt választjuk. De az ideg is akkor valóságban. Mint egy polgármester mondta, elindult az állam beszabályozása, de az orvosi rendelő még kimaradt. Okay. Nem értünk még oda, de jó, jól is folyamatban van. Találtunk egy nagyon jó szakembert, aki úgy néz ki ezeket a bonyolult kazánokhoz, a rendszerekhez ért, és tényleg ért hozzá, mert ahogy mondtam már, a konyhán be tudta szabályozni azt a rendszert úgy, hogy jó legyen. Reménykedünk benne, hogy azt is meg fogja tudni csinálni, és akkor nem lesz az, hogy hatalmas nagy meleg lesz a váróban, máshol meg hűvös lesz, hogy szeretném megfolytani a dolgot. Tehát ott legyen a leghűvösebb, és a rendelőben legyen bent, ahol levetkőznek a betegek, ott legyen igazából a meleg. De ez a héten, de legkésőbb jövő hétre meg fog oldódni ez a probléma. Remény, hogy meg utoljára merül a gyilkos. Igen. Úgyhogy ezt a választ tudom adni erre. Minden esetre lehet, hogy pont a rendelő lesz az egyik épület, amilyen be fában is be fogunk segíteni. De bezárjuk. Majd meglátjuk. Nem zárjuk be. Semmit nem akarok. Semmit nem akarok bezárni. Ezeket, amiket elmondtuk, hogy mit lehet egy kicsit észszerűsíteni, azt lehet. Minden esetre, ahol eddig 100 forintért vettük a gázt, ezután meg 1400 forintért veszünk. Nem lehet 90%-ot megtakarítani. De aki figyelt a legutóbbi kormányinfót, említette és Gulyás miniszter úr, hogy valószínűleg az 5000 alatti településeknél egy automatizmus féle megoldás lesz. Én elbírom képzelni, hogy a költségek egy jelentős részének az átvállalása, plusz a maradékot pedig megtakarítással és racionalizálással igyekezve mindenki elérni. Ahogy egyébként a közintézményeknél is, államintézményeknél is erről volt szó. Én így gondolom, hogy ezt tervezik az eddigiekből, de hát nem beszéltem senkivel, tehát nem belső info, ez csak az én tippem. Okay. Egyebekbe beszéljünk még valamiről? Akkor egy nyilvános ülés bezárom.